Szeretettel köszöntelek benneteket, kérlek hallgassátok meg a mai ígét. A mai ige az, hogy hogyan fogadd a kritikát, Krisztus, mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást. Ez a Bibliából, a Péter leveléből van. Ahhoz, hogy jól tud kezelni a kritikát, egy, lelkileg és érzelmileg éretten kell viselkedned. A kimerültséged befolyásolja azt, hogy hogyan viselkedsz, amikor nyomás alatt vagy. Illés depresszióba esettem miatt. Jezábel királynő kiméletlenül üldözte őt. Ez az ellenállás elszívta Illés erejét, és emiatt odáig jutott, hogy ezt mondta. Elég most már, uram, vedd el az életemet. A sátán, az ellenségünk, ki fogja használni a fáradtságodat. Amikor kimerült vagy, könnyen túlérzékenyé válsz, és megsértődsz a helyet, hogy a kritikát a növekedésedre való lehetőségként fognád fel. Meg kell értened, hogy a jó emberek is kapnak bírálatot. Ez a második dolog. Jézusra azt mondták, hogy falánk és részeges ember, és megkérdőjelezhető jellemű emberek barátja. Azok az emberek, akiknek már van előzetes véleményük, és a gondolkodást kikapcsolták, nem fogják megérteni az Istennek való engedelmességen alapuló viselkedést. Ezért, ha a te elképzeléseid és az értékrended ütközik az övékével, próbálj nagy lelkű lenni. A harmadik, amire figyelj, hogy legyen mindig jó hozzáállásod. Saját magatartásod sokkal nagyobb kárt okozhat, mint bárki másé. Péter ezt írja. Erre hivattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját, mikor gyalázták. Nem viszonozta a gyalázást. Amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Tehát a mai ige számodra az, hogy bármit is mondanak rád, te bízdasz rá Istenre, és lépj tovább.